Van egy helyszínünk Budapesten, mégpedig a Blaha Lujza tér, a Corvin előtti szakasz. Napokkal korábban a kirakatba kiírták, innen lesz a Friderikus Show első adása. Igen, nagy a tömeg, mint hallom kollégáimtól, és van egy helyes kis szerkezetem, ez egy újítás már, csak tudjam megkezelni egy pillanat. Így van, jól fogom, igen. Tehát ez egy olyan szerkezet, amit ha nyomogatok, akkor ezzel a Corvin áruház előtti téren lévő kameránkat szabályozni tudom. Tehát ez egy távirányítós kamera. Na most, a következőt fogjuk játszani. Önök itt a nézőtéren, tehát itt helyben, hú, de sokan vannak. Látják ugye a képernyőt, én majd mindjárt elindulok pásztázni az ott lévő tömeget, és mondjanak rá egy szimpatikus arcra, vagy mondják rá egy szimpatikus arcra, hogy ő a mi emberünk. Utána megtudnak mindent. Igen, egy hölgy, itt van egy úr, hú, de nagyra nőtt, na ő, nem ő, jó, nem ő, akkor nem ő, megint tovább megyünk. Sok időnk nincs, túl kicsi lesz ahhoz, amit adni akarok neki. Itt egy nagyon szimpatikus fiatalember, ő jó? Na képzeljön a szerencse fia, aki egy hölgy mögött áll, lépjen egy picit előbbre, ne nézzem már, hát mindenki azt hiszi, hogy már jöjjön előre egy kicsit, legyen olyan kedves. Kérem szépen, önre esett tehát a választás. Örül-e annak, hogy ön a szerencsés kiválasztott? Igen. Lenne egy ajánlatom. Elutazhat egy luxusútra, 10 napra, Hawaii-ra. Akar menni? Elfogadom. Jaj! Még nézzenek oda szívességet tesz. Elfogadja, nagyszerű. De egyetlen egy apró feltétel van, hogy azonnal kell indulni innen a helyszínről. Na, miért? Kitől kell elköszönnie? Milyen függvénye van ennek? Oké, indulok. Indul. Nem hallom. Föl vagyok nagyon öltözve. Igen, Hawaii-hoz képest mindenképpen. Most azt mondja meg nekem, hogy magánál van-e az útlevele. Nincs. Hogy nem tett be reggel útlevelet? Hát ezen fog megbukni az ön Hawaii útja, hogy nincs útlevele? Én nem számítottam. Mondja már meg a nevét, itt hiányolták, hogy be sem mutattam, teljesen igazuk volt. Méri Csaba vagyok. Na hát ebből egy szót nem értettem. Méri Csaba. Ja, hogy Béri Csaba. Nem, M-mel. Méri? Méri, igen. Mint Mary angolul, ugye? Méri Csaba. Mondja, hogy nyári holmik nincsenek magánál, ugye véletlenül? Nincs, hát. Így szerintem jött. Ez nem az. Ez nem az. Hogy ön mindenhez hozzájusson, útlevélhez, vízumhoz, pénzhez, ruhához és így tovább. Azt mondom, hogy Corvin áruház fel, azaz nyíj ki. Tessék befáradni. Köszönöm. Nézzenek, világítanak a fények. Menjen bátran előre, még előre, majd én terelem innen a stúdióból. Most menjen jobbra magának. Igen. Jön. Hát milyen jó, élőben kapcsoljuk a Corvinára, azaz oda vagyok ettől. Jó. Itt, ahogy jön, rögtön kell lenni pillanatokon belül egy fotósaroknak. Lát ilyet? Igen, megtaláltam. Üljön oda, ott csinálják a fotót magáról. Gondolta volna reggel, amikor felkelt, hogy minek lesz a részese? Ó, de megilletődött. Mosolyogjon. Nem is mosolyog. Most már teljesen benne van. Szóval mit gondolt reggel? Hitte volna, hogy ebben lesz része? Nem. Mi volt ma reggel magával? Gondoltam. Hát úgy ébredtem, mint máskor. Itt van, kérem szépen, ha jól látom, a belügyminisztérium képviseletében egy hölgy. Ugye, tessék csak bólogatni, ön a belügyminisztérium. Ön fogja kiállítani az útlevélkérő lapot. Aztán következik az amerikai követség alkonzulja, aki mindjárt belőti a vízumot. Jut eszembe, Csaba drága, igen. Nem büntetett előéletű? Nem. Mert akkor visszavonnánk az egészet. Micsoda szerencse. Jó van akkor. Itt pedig az IBUS Bank képviselője, aki rengeteg pénzt, illetve utazási csekket ad, nem pénzt, mert ha elhagyja, vagy ellopják, akkor ugye a pénzt el lehet költeni. Az utazási csekket csak maga tudja elkölteni. Ott kell lenni egy nyári osztálynak. Ott válogassuk, igen, össze a cuccokat, jöjjön csak. Úgy van. Jaj, de bátortalan fiú. Már dobja is el. Minek az a bőrcseki, soha többet nem kell. Pálmafák árnyékában. Úgy van. Jó. Innentől kezdve a két eladó hölgy, nézzük meg először, ott miket lát. Ó, milyen hát, helyes gatyát. Mik ezek? Sortok? Válasszon ki egy csinosat? Szalmakala. Itt van a maga háta, ja, mögött. Forduljon. Aha. Hát megpróbálom, nem biztos, hogy... Az Isten hát is maga. Nagy. Na, úgy, ahogy van. Hawaii-on ez a divat, ez forgál. Egy szalag kellene. Nagyon jó. Na most azt mondja meg, hogy például hol dolgozik?
Én egy Hungaroton Kft-nél vagyok, és árubeszerző. Na most, hogy fogja a főnök előtt igazolni magát? Jó, fogja látni a műsor, de hát holnap dolgozni kéne menni, nem? Hát, vagy ilyen kötetlen időben? Ezt sajnos még én sem tudom. Tudja a főnökének a telefonszámát? Tudom az otthonit. Mert azt gondoltam, ezt levehetem? Hát levehet, mindent levehet. Nem kényszer semmi. Szóval azt gondoltam, hogy azért valahol mégiscsak igazolást kéne arra adni, és én bekapcsolódnék a telefonjába annak érdekében, hogy holnap ön nem fog menni dolgozni, és még jó néhány napig. Lehet, hogy évekig. Hát lehetséges. Bárki is legyen ez az úr, aki felveszi, kérezkedjen el tőle, a többit oldja meg ő, jó? Én ezt ajánlom. Kezdjük csak, a Lackó Bálintot keresem. Nem tudom adni, nincs itthon. Nincs otthon. Üzenjen. Halló, tetszik hallani engem? Halló. Csókolom. Többen vagyunk a vonalban, de ne tegye le, ez nem a vasedény. Tehát tetszik hallani engem? Asszonyom? Tessék. Ez ugye a Lackó lakás. Igen. Csókolom a kezét, Friderikus Sándor vagyok a televízióból. Az ön fia, vagy ugye fia, aki a Hungaroton, mit mondott, Hungaroton Gongnál dolgozik? Igen. Igen, ő nincs otthon? Nincs most, éppen most ment el egy 5 perccel. Ó, micsoda pekünk van. A következőről van szó, van egy munkatársa, akit úgy hívnak, hogy Méri... Csaba. Csaba. Igen. És Méri Csaba a következőt üzeni. A Friderikus Show jóvoltából elutazik ma este Hawaii-ra, úgyhogy ne várják holnap munkába. Vagyok. Ez most komoly, igen. Komoly? Igen, hát még én szésztem el, de komoly, biztos. El tetszik tudni intézni anyai ráhatással? Igen, igen. De egészen mennyi biztos. Mennyi időre megy? Mennyi időre? Mint egy jó munkáltató. Azt hiszem, hogy 10 napra, luxus körülmények közé. Jó utat, Csaba! Köszi, minden jót! Azóta megjárta Hawaii-t, egy kis hawaii hangulatidéző következik itt Budapesten. Volt Hawaii-ba, Csaba? Hát nagyon gyönyörű. Nagyon gyönyörű, gyönyörű volt? Csak olyan gyorsan eltelt, hogy... Hány napig volt? 10? Összesen 10 nap, igen. Mikorra tudatosult magában, hogy ez valóság, nem álom? Hát ez a repülőn, San Francisco körül, akkor kezdtem derengeni, hogy most végül is innen tényleg már biztos rajtama. Nem visznek vissza. Aha. Úgyhogy ott kezdett. Tényleg San Franciscóban valami atrocitás keletkezett a helyi vámosokkal? Igen, igen, amikor leszálltam a gépről, jött a útlevélvizsgálat, utána a vámvizsgálat, hát ritik kiszúrtak, ki kellett pakolnom a bőröndöt. Hát mi volt magán olyan idegen, amit nem fog, nem hát így ment, ugye? De, szalmakalap az már volt, ja igen, hogy elindítottuk. Aha. És kipakoltották a bőröndöt, még oda is jött pluszba egy vámos, ott nézték, minden be volt csomagolva. Ja, minden originál. Persze, ingek, átcímke rajt, és akkor így néztek rám, meg egymás, hogy most... Most mi van ezzel? Azt gondolták, hogy egy milliómos, aki mindenütt új cuccokat vásárol. És utána nagy nehezen elengedtek, mondták, hogy csukjam be és menjek. És ez alatt a pár nap alatt azért látott szépeket? Igen, igen. Hát voltak programok szervezve, uh-huh. Volt egy honolulu-i városnézés, uh-huh. Aztán a sziget körül volt egy ilyen kirándulás, az egész napos volt, és volt egy
Polinéz Kultúrás Központban egy est, ahol ilyen show műsor volt, táncos lányok. Maradt szóval volna minden. Még? Táncos lányok. Így van. Na, erre még mindjárt visszatérünk. Maradt volna még? Persze. Persze. Főnöke mit szólt? Mert ugye a főnökének csak az édesanyját értük el, és nekem nagy kétségem volt, hogy nehogy mire visszajön, ne legyen munkahelye. A főnököm mondta, hogy akkor rúgott volna ki, ha nem megyek el. Szóval... Na, hát akkor ez egy remeség.